napot kívánok! Ki az, aki még nem tudja a nevemet? Azt hiszem, Hegyi Péter professzornak megköszönhetem, hogy ennyiszer elmondta, így aztán a nevemet már nem fogom elmondani. Én vagyok ennek a programnak, a középiskolás részének a vezetője, ami nagyon megtisztelő feladat és rendkívül nagy kihívás, de az én munkám igazából semmit nem érne, hogyha nem lennének azok a kollégáim, akik a regionális centrumokat, amiket itt láttunk, a 12 centrumot vezetik, illetve a Hódmezővásárhelyi és a Szegedi laboratóriumot irányítják, és munkával és ötletekkel töltik meg. Azt kérem, hogy mindaz, akiket most említettem, egy pillanatra álljanak fel, és köszönjük meg nekik, mindjárt elmondom a számokat, amik az ő munkájuk nyomán előálltak. A vezetőtanárokat és a laborvezetőket szeretném megköszönni. És tapsoljuk meg őket, jó? Másfél éve kezdtük el a programot. Másfél év alatt összesen 1742 diák részvétel történt azokon a regionális programokon, a konferenciákat ide nem értve, amelyeket a 16 vezető tanár kollégám a regionális centrumokban szervez. 42 ilyen alkalom történt, egy év alatt tehát, és valóban 100 iskolánál több iskolával állunk kapcsolatban, 100-nál több iskolából vesznek részt ebben a programban. Azt gondolom, hogy egy másfél év alatt ezt a szervezettséget elérni, ez önmagáért beszél. Valóban rengeteget dolgoznak a kollégák azért, hogy ez az állandó kapcsolattartás ez létrejöhessen. Szakmon professzor úrral beszéltem az elején néhány mondatot, és ő mondta, hogy a legfontosabb dolog, amit lát is ebben a programban, és amit javasol, hogy tartsunk is meg, az az együttműködés. Erre utalt Hegyi Péter professzor úr is, hogy a program akkor fog jól működni, hogyha az oktatás különböző szintjein dolgozó kollégák szinteken belül is, és a szintek között is együttműködnek. Ezt az együttműködést szeretnénk támogatni a programmal. A program, mivel ilyen fiatal, állandóan differenciálódik, a differenciálódás korai állapotában tart még. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan változik is, mert nagyon fontosak nekünk azok a visszajelzések, amelyeket önök adnak számunkra. Ezt talán érzékelték a konferencia szerkezetében is a mostani alkalommal, és ezért folyamatosan változik. Mi most éppen végleges tervnek gondoljuk egy időre, hogy szeptembertől ebben a szerkezetben indulnánk el, és azért hívtunk tizedikeseket most elsősorban erre a konferenciára, mert ettől az évfolyamtól kezdve szeretnénk elindítani a programot. A tizedikesek ezzel a tavaszi konferenciánkkal tudnak belépni a programra, itt ismerkedhetnek meg, ezért is kerül most sor arra, hogy néhány mondatban bemutathatom ezt a programot. A tizedik után, hogyha tetszett, amit itt láttak, akkor jelentkezhetnek a saját szaktanárok segítségével, vagy önállóan is a vezetőtanároknál, és az online, szeptembertől élő online felületünkön, és csatlakozhatnak ez a programhoz, és onnantól kezdve a vezetőtanárok fogják segíteni az ő fejlődésüket azzal, hogy az általuk meghirdetett tevékenységekben fognak részt venni a 11. évfolyam során. Mik is ezek a tevékenységek? Ezek a tevékenységek közé tartozik elméleti képzés, amit e-learning formában kívánunk megvalósítani, illetve egy Moodle nevű rendszeren keresztül, erről majd mindjárt még néhány mondatot mondok, és természetesen a regionális központokban zajló előadások, amelyeket az egyetemi mentorok közül meghívott vendégeink tartanak majd, és a harmadik eleme pedig a gyakorlatok. A Hegyi professzor által említett kialakítandó laborokban lehetőség lesz arra, hogy az alapvető laboratóriumi technikákat elsajátítsák, amikre eddig egy középiskolában nem volt lehetőség. Ezek elsősorban molekuláris biológiai, illetve biokémiai eljárások. A 11. évfolyam végén a legjobb teljesítményt nyújtó diákokat, mindenkit valószínűleg, aki
végigcsinálja a képzésnek a megfelelő elemeit, átlépenek a Advanced Level Course-ba, vagyis a haladó kurzusba, amely közösen fogunk irányítani a központi iskolák, illetve a vezetőtanárok segítségével, regionális vezetőtanárok segítségével. Ennek keretében hasonló, az eddigekhez hasonló e-learning tananyagok, illetve komolyabb projektjellegű többnapos gyakorlatok kerülnek lebonyolításra. A programhoz természetesen tartozik egy tananyagrendszer is, ami már, aminek a kidolgozása megtörtént a tavalyi tanévben. Most zajlik a kipróbálása és a végleges, a tapasztalatok alapján végleges formába öntése. Ez a tananyagrendszer tartalmaz elméleti tananyagokat, ezek kerülnek föl a e-learning modulba, a Moodle rendszerbe. 8 témakör tartozik ide, amelyek között a biomatematika, bioinformatika, immunológiai alapismeretek, kardiovaszkuális alapismeretek, idegtudományi alapismeretek és sejtbiológiai alapismeretek is szerepelnek, illetve kidolgozásra kerültek a regionális központokban és a országos központokban tervezett rövid, illetve projektjellegű gyakorlatok is. Abban bízunk, hogy ezek a tananyagok is mindenkinek segítik a fejlődését ahhoz, hogy könnyebben és akadálymentesebben tudjanak becsatlakozni az egyetemi éveikben a kutatásokba. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek ilyen nagy számban, és azt is, hogy ilyen együttműködőek voltak ebben a sokféle tevékenységben, amit az előző 24 órában történt, és kívánjuk, hogy élvezzék az előadást, és aztán az esti programot is. Köszönöm szépen a figyelmet!